A Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban a 11. alkalommal szervezik meg a táncfarsangot. Másodszor lép már fel a táncfarsangok történetében a Szabolcs Táncegyüttes. A táncegyüttest működtető táncegyesület elnöke Ágoston Ildikó. Milyen érzés most a színházban szerepelni, Ildikó? Az idén töltjük az 57. évünket. Nem jubileum, nem kerek év, de az viszont megtisztelő, hogy felkértek bennünket a Móri Zsigmond Színház részéről, hogy a táncfarsang mutatkozzunk be az idén is. Műsorotok? Kétfél idős a műsorunk. Én azt szeretném, ha erről a művészeti vezetőnk Bíró József beszélne többet, hiszen az ő keze és táncos munkássága rejlik-e mögött, a 2,5 óra mögött, amit most a teltházas nézőközönség megnéz. Azt hallottuk, hogy már másnap, ahogy meghirdették a táncfarsangot, már másnap nem volt egy jegy se. Élvezitek a hazai pálya előnyét. Bíró József, milyen lesz ez a Teljesen két ellentétes félidőt csinálunk. Az első félidő az egy kicsikét, mai kapcsolatainkat természetesen folklórba ágyazva. Ezt mutatja gyakorlatilag, ezt próbáljuk a színpadra vinni. A második félidő az egy teljesen folklór, erdélyi táncokat mutatunk. Ebben is van egy nagyon pici csavar, de igazából csak egy nagyon pici, ugyanis egymás mellé rakja az erdélyi magyar és az erdélyi román táncokat. És hát ki ebben mit lát, mit tud kivenni belőle, nagyon szép énekek vannak benne, és hát mondhatni, hogy igazából egy énekes portré műsor is tulajdonképpen, mert majdnem annyi ének van benne még percben is, mint amennyi tánc. Azért nem kell sokat gondolkodni és morfondírozni, hogy a színház, a tánc, a mozgás, művészet, egyáltalán a művészet az emberi életnek, léleknek a megjelenítése az hogyan függ össze. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a néptánc, ha már néptáncról beszélünk, a néptánc ugye az egy anyanyelv. Nem mindegy, hogy az ember mit mond anyanyelven, nem mindegy, hogy mai gondolatokat fogalmaz meg ugyanazon a nyelven. Ezt a nyelvet természetesen ismerni kell, ezt a nyelvet nagyon jól tudni kell, de hogy ugyanazt a verset mondta volna el Balassi Bálint, mint Arany János, nem hiszem. Tehát gondolatokat közvetít, és egyfajta stílust, egyfajta életérzést a mindenkornak megfelelő stílusban. Így van. Hát a második félidő az inkább egy nagyon jó táncolható. Ez a táncosok szemével is, a néző, illetve a táncosok, inkább úgy mondom, táncosok lábával, táncosok mozdulatával, és a néző szemével. A második az inkább egy gondolati síkon. Egy pici történet van minden táncban. Nem biztos, hogy szó szerint lefordítható történetek, de hogy biztos, hogy a nézőnek valamilyen gondolatának lennie kell, az biztos. Ágoston Ildikó, régi, öreg, szabolcsos táncosok lépnek ma a színpadra, egyáltalán milyen ezt a rangot viselni? Fiatalok és régiek is. A Szabolcsné Táncegyüttes amatőr tánckedvelők közössége. Itt nyitott az ajtó mindenki előtt, aki felveszi az aktív tagokkal a versenyt és úgymond a táncos csizmát. Kihívás és rang, vagyunk a városban sokan, több együttes működik, hála Istennek, nagyon jól kéz a kézben segítjük egymást. Mindenki természetesen a magáit szereti, hogy miért is. Én magam szemszögéből én itt nőttem föl pici gyerekkortól is, és hát ma már a 3 gyerekem is itt táncol az együttesben, sőt van olyan táncosunk, akinek az unokái is itt táncolnak kelettől, többen itt kell. Nyíregyházán is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, talán, de a városban, a megyeszékhelyen biztos, hogy műfajt teremtett az akkori Szabolcs néptáncegyüttes. Így van, amely azt gondolom, hogy ha van idő is megemlíteném, Dalanis Gyurka bácsit, aki 1957-ben hozta létre a Szabolcs néptáncegyüttest. Én nekem elnökként az a feladatom és hitvallásom, hogy ezt az együttest, ezt az egyesületet én kölcsön kaptam arra az időre, amíg tisztelettel és becsülettel el tudom látni a feladataimat, és segíteni az együttes fejlődését, működését. És ezt a szellemet azt hiszem, hogy mindannyian a régiek is, és tovább is adjuk, ezt Dalanis Gyurka bácsitól kaptuk. És aztán lesz egy Dalanis unok, aki átveszi tőled majd a munkát. A legkisebb fiam a művészeti szakközépiskolában táncol néptánctagozaton, a lányom is ott táncol, én nagyon bízom benne. Számomra egy különleges érzés itt a Szabolcs Táncegyüttesben dolgozni. Egyrészt a Szabolcs Táncegyüttes pont annyi idős, ahány én vagyok. Pont 57 éves. Másodszorban, ezt már ugye senki nem tudja vitatni és eltagadni tőlünk. Mi együtt növünk föl.
Másodszorban én is innen indultam Hajdanában. 71-ben kezdtem a Szabolcs Tánc Együttesbe táncolni, utána a Vasas Együttesbe kerültem, utána hivatásos lettem, Népszínház Tánc Együttes, Honvéd Együttes, más együttesek, és visszakerültem. És számomra egy nagyon kettős érzés az mindig, amikor egy új műsort csinálunk, és ilyen műsorszámok vannak benne, mint például az első fél idő. Ugyanis zömével azok a táncok, amit én Hajdanában, a Népszínház Tánc Együttesében, György Favai Katalin kezei alatt táncoltam. Egyrészt azért, mert itt a Szabolcs Tánc Együttesben, ahonnan én indultam, ott adhatjuk elő, és én is itt táncolhatok ebben a műsorban. Másosorban pedig György Falvai Katalin nevéhez, akinek nem 100%-osan ugyanazokat a táncokat adjuk elő, de hangulatában, és mondjuk 80%-ban hitelesek és hülyek vagyunk hozzá, és én ezért érzem igazából nagyon büszkének és nagyon jól magam ebben a műsorban.